Köszöntöm nézőinket, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Telena magazinban. Családi és sportnapot tartott a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete. 38. alkalommal találkoztak a népművelők. Újabb sikeres generáció cseperedik a tolnai focisoknál. A régió teniszezőinek szerveznek bajnokságot Tolnán. Interaktív programokkal készült a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete a májusi családi és sportnapra. Az idén megalakulásának 25. évét ünneplő civil szervezet minden korosztály kikapcsolódásáról gondoskodott. A legkisebbek számára arcfestés és ugrálóvár, a nagyobbaknak pedig sorversenyek és ügyességi feladatok voltak elérhetőek. Bemelegítéssel készültek a futásra a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete által szervezett családi napra kilátogatók. A szervezők az egészséges életmódhoz és a testmozgáshoz kapcsolódó versenyeken kívül számtalan egyéb programmal is szórakoztatták a résztvevőket. A csepergő eső ellenére is jól érezték magukat a baráti társaságok. Én nagyjából az összes játékot kipróbáltam, és nagyon tetszik. Én indultam az alsós fiú. Összesítettben a lányok, a hátulról a negyedik. Nagy Nikoletta szerint nem a versenyeken elért eredmény a lényeg, hanem hogy mindenki jól érezze magát a programokon. Voltam az ugrálóvárban, és szerintem tök jó, hogy volt futás, mert hiába nem lettem első helyezett, attól még élveztem, és még egy élmény. Berecki Kármen azért hagyta a tapadós óriásdárcot a legvégére a játékok közül, mert azt találta a legnagyobb kihívásnak. Nagyon tetszett eddig a nap. Voltam már az ugrálóváron, részt vettem a futóversenyen, és harmadik lettem. Azok is jól érezték magukat a programokon, akik valami miatt nem vehettek részt az ugrálós feladatokban és a sorversenyeken. Nagyon jól érzem magamat, semmit nem próbáltam ki, mert sajnos gipszbe van a lábam. Azt hiszem gulyást levesz, főz a papám, de nem tudom pontosan. Lehet valami pörköltet. Váci Antal Judit, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke elmesélte, a közösséghez tartozó tagok önkéntesen, szabadidejüket nem sajnálva segítkeznek az Egyesület bármely rendezvényén. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete minden évben megrendezi a családi és sportnapját. Ez számunkra egy hatalmas esemény, mert mi nagy résztvevővel vagyunk jelen mindig ezen az eseményen. Ilyenkor általában készülünk ugye sorversenyekkel, futóversenyekkel, ma pedig meglátogat minket a mini egér, sőt Pestről fognak érkezni Marvel figurák, itt lesz velünk a Deadpool, ezen felül a Pókember, lesz még velünk egy klónkatona, bár nem Marvel figura, de ő is velünk lesz, és készülünk még mindenféleképpen habpartival, majd Micike Bohóc műsorával, szerintem, és jó kis főzőskézéssel, úgyhogy szerintem egy szuper napnak nézzünk elébe. Vegyes pörkölttel készülünk, úgy gondoltuk, hogy itt a 30 fokban talán ez az olyan étel, amit el tudunk úgy készíteni, hogy ez tökéletes legyen, és szerintem egy szuper séf csapatunk van, úgyhogy biztos, hogy nagyon finom lesz. Az egyesület vezetői mindig arra törekednek, hogy korosztálytól függetlenül mindenki találjon saját maga számára érdekes programot és kikapcsolódási lehetőséget. Ennek szellemében állítják össze rendezvényeiket. A rendőrségnek is nagyon szépen köszönjük, amire eljöttek hozzánk, mint a közlekedési biztonság, mint a bűnügyi osztálynak az emberei is megjelentek. Ezen felül pedig ugye a motoros rendőr és a rendőrautót is meg lehet nézni a gyermekek számára. Ez mind prevenció is a gyermekeinkre nézve, mert szeretnénk az, hogy lássák, hogy hogyan tudjuk megelőzni esetleg a baleseteket, akár biciklivel, akár motoros járművel, de ezen felül példaértéket is szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos a biztonság manapság. Számunkra ugye ez azért ilyen nagyon fontos ez a mai esemény, mert idén ünnepelte az Egyesületünk a 25. évét, vagyis 25 éve alakult meg a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete. Így egész évben ugye ez a programsorozat, ez a 25 év, ami átöleli az egész évünket. Majd a következőnk egy hónap múlva egy erdélyi túra lesz, ami egy nagyon nagy vágyálmunk volt az Egyesületbe.
egy 83 fős busszal fogunk részt venni az erdélyi kiránduláson, azután pedig augusztusban egy kajak-kenu túrán veszünk részt, ami szintén 4 napos, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan programsorozat, amiben, hogyha a kisgyermekesek nem is tudnak mindegyiken részt venni, de minden korosztály megtalálja az egyesületünkben számukra kedvezőt. Vargáné Kunz Torsolya, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének Alduna szakaszához tartozó régióvezetője szerint a Tolna megyei szervezetek összefogása példaértékű a rengeteg program és kirándulás szervezésében. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete az Alduna régió tagja. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének 7 régiója van, és ebből egyik az Alduna. És egyébként egy nagyon teljesen olyan rendezvényt szerveztek, amilyen az egyesület, mert ugye egy sportos egyesület, nagyon sokat csinálnak ilyen sorversenyeket, sokat kirándulnak, sokat biciklis túrákra mennek, tehát szerintem egy nagyon, nagyon összeszokott jó kis csapat, 25 évesek, és hát a Noén belül is több eredményt tudhatnak magáénak, az egyesületen belül ugye az Éva, aki 21 évig volt elnök, Noé díjazott, Hűség díjazott, Széles András Noé díjazott, Antal Zoltáni Noé díjazott, ami egy nagyon nagy elismerés a Nagycsaládosok Országos Egyesületén belül is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy meghívtak erre a rendezvényre, mert hogy sikerült ezen a gyönyörű helyen, voltam itt már egyszer egy vezetői találkozón, és nagyon-nagyon szép a környezet. Én tulajdonképpen ajánlom minden embernek, hogy jöjjön el egyszer, akár csak itt családilag ide. És tulajdonképpen Tolna megye a gerince. Tehát a 18 egyesületből 10 van Tolna megyében, kisebb-nagyobb egyesületek, ugye a Tolnai Egyesület 50 tagcsaláddal tartozik hozzánk, de van 30 fős, 20 fős tagcsaládok, és ez azt jelenti, hogy közösen mindig könnyebb. Tehát, hogyha egy egyesülethez, egy szervezethez tartozunk, akkor könnyebben tudunk rendezvényeket megszervezni, könnyebben tudjuk a gyerekeinket olyan helyekre elvinni, ahova esetleg nem juthatnánk el. A közösségi létnek egy jó formája, a civil szervezet, civil életnek egy jó formája az egyesületi lét. A nap fénypontja a vegyes pörköltön kívül a tűzoltóság által a gyerekek számára rendezett hopparti volt. A 38. alkalommal rendezte meg Várndó gyűlését a Magyar Népművelők Egyesülete. Ennek házigazdája ezúttal a Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár volt. Az első nap fakultatív programjai során helyi és környékbeli értékekkel ismerkedhettek a résztvevők, majd a folytatásban gyakorlati szakemberek előadásában a különféle művelődési intézménytípusok működését elemezték, másrészt pedig a kultúra közvetítés nagy összefüggéseit vizsgálták. Népművelőkkel telt meg a Tolnai Kulturális Központ, ugyanis idén itt rendezte meg 38. vándorgyűlését a Magyar Népművelők Egyesülete. Ez egy 3 napos rendezvény. Kedden déltájt értek ide a vendégek, délután megmutattuk nekik Tolna nevezetességeit, illetve a környéket, két érdekes pontját, Faddi mesegalériát, Gerjenbe az új közösségi teret, Mözsön a fazekas versegi, Ferenc fazekas műhelyét, a Német Nemzetiségi Múzeumot, Heimat Múzeumot, sárkány hajozni lehetett. A második napon a résztvevők gyakorlati szakemberek előadásait hallgathatták. Ma pedig itt a Kulturális Központ előadó nagy termében különböző előadók tartanak foglalkozást, és holnap pedig az egyesületi közgyűléssel zárul a rendezvény. A személyes kapcsolatok itt nagyon előtérbe kerülnek, meg lehet ismerni egymást. Mondhatom, hogy kifejezték eddig a vendégeink, hogy csodálatos az intézményünk, remek a környezet, ha nekem ilyen házam volna, és hasonlát mondtuk, hogy azért gondolkodjon egy kicsit, de még egyszer, hogy ilyen háza volna, és hát sokat tudunk erről beszélgetni, illetve hát a foglalkozás előadás is olyan, hogy jó példákat hoz, tehát ki lehet meríteni ebből, és hát a személyes kapcsolatok pedig tovább vihetik ezt a vonalat. Kultúra közvetítő intézmények jelenléte és teljesen a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük a közgyűjteményeket. Szakmának vannak ilyen
periódikus visszajövetelei, ismerjük a mérnökök vándorgyűlését, az orvosok vándorgyűlését. Ugye a népművőknek is van egy ilyen rendezvény, amit a Magyar Népművők Egyesülete szervez minden évben, ahol a szakmában dolgozó kollégákat meghívjuk, és a szakmát érintő kérdésekről hallgatunk előadásokat, szervezünk beszélgetéseket. A 38. alkalommal rendezzük most ezt itt meg, Tolnán a Tolnai Kultúrás Központ segítségével. Úgy szokott ez történni, hogy az egyes művelődési intézmények kollégái úgy gondolják, hogy ez jó lenne, hogyha egy ilyen rendezvény az ő intézményükben, az ő településekön megvalósulna, és így a tolnaiak is jelentkeztek majd 2 évvel ezelőtt, hiszen ez még a Covid előtt volt, hogy ők nagyon szívesen lennének házigazdájuk egy ilyen rendezvénynek, és hát a elnökség úgy döntött, hogy akkor ez egy jó helyszín lenne, és meg is győződtünk róla valóban, hogy jó a helyszín, és a program is jó, hogy hallatszik a háttérből, éppen egy előadásért most vége. Munka egy az egyben, így nyilván ez az egy fontos kérdés lehet, hogy a kulturális szakembereknek az életét és a kultúra közvetítésnek a módszereit mennyire változtatta meg a digitális világ. Alapvetően ez egy személyes jelenléten alapuló tevékenység, és akkor, amikor be volt zárva a világ, és nem lehetett közösségekbe járni, nagyon nehéz volt a kultúra közvetítés és a kultúra közvetítők helyzete. Többek között arról is esett ma szó, és esni is fog szó, hogy hogyan oldották meg ezt a problémát a közművelődési szakemberek. Hát ez most éppen folyik, tehát ez egy folyamat, aminek a kellős közepén vagyunk, hogy újra az online világból visszatérjenek az emberek a valóságos közösségekbe. Nem egyik napról a másikra történik meg. Ezt parancsóra nem lehet bezárni, világot parancsóra lehet, de az embereket visszacsábítani a közösségek parancsóra nem, de hát ezen dolgozunk most. Most rövid reklám következik, majd bemutatjuk Önöknek az idén sikeresen szereplő utánpótlás labdarúgókat, akik a Kölyök Ligában értek el kiemelkedő eredményt. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, 3 műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál 1-2 műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac.dkcungaria.com e-mail címmel jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Dolgozzon velünk a Tolnatex BT új, korszerű üzemcsarnokában. Fiatal nőket és férfiakat keresünk szövődei munkára, textilipari gépkezelő munkakörbe.
Változatos, könnyen megtanulható, könnyű fizikai munka, 3 műszakos munkarendben, 6 plusz 2 napos beosztással. Versenyképes munkabéren és műszakpótlékon túl negyedéves bónuszt, valamint évvégi jutalmat adunk. Jelentkezzen! Küldje el önéletrajzát az elérhetőségeinkre. 7130, Tolna, Bezerédi Pál tér 1. 0674 540 236. munka@tolnatext.hu. Remek szezon tudhat magáénak a tolnai U11-es labdarúgó csapat. Az idei korosztályos futsalbajnokság megnyerésén kívül Morvai Ádám együttese a második helyet szerezte meg az ország legjobb utánpótlás klubjait felvonultató csapatok mellett a Kölyök Ligában. Parcs és lőde! Nem baj, farok! Gyerünk, megy a küstöny tempóban, ne lassítsál be! A Kölyök Ligában elért második helyezés ellenére sem lazít a tolnai BFC U11-es csapata. Morvai Ádám együttese június végéig teljes erőbedobással folytatja a tréninget heti 3 edzés mellett. A vezető edző a csapat a labda birtoklását és a mérkőzésen történő dominálását tartja a gárda leghatásosabb fegyverének. A csapat sikerességének egyik titka, hogy volt idejük összeszogni, mert régóta együtt játszanak. Az erősségeink a főleg a védelem, ott nagyon jó. Ebben a közösségben nagyon jól érzem magam. Mindenki pozitív. És hát 5 éve focizok itt a Tolna VFC-nél. Nekem eddig nagyon tetszik. Ebben a szezonban is jól teljesítettünk. A Kölyök Ligában második helyt értünk el. Azt hiszem, erre büszkék lehetünk. Itt egy olyan összetartó közösség jött létre, ami miatt mindenki szeret edzésekre járni. Én már 7 éve focizok itt a Tolna VFC-nél. Ez a szezon kifejezetten jó volt, mert a Kölyök Ligában második helyet elértünk, a futsalt megnyertük, Szigetváron volt egy kupánk, azt is megnyertük. Még a felnőtteknek sem egyszerű 2 hetente buszra szállni és leutazni több száz kilométert. A gyerekek számára pedig még megterhelőbb a dolog. A Kölyök Ligában 4. éve a Paksi FC-vel közösen indulunk. Ez egy Budapesten zajló bajnokság. Minden második héten utazunk, Bozsikokkal ellentétes héten. 27 csapat indult az idei bajnokságba. Komoly akadémiák, budapesti fővárosi csapatok. 3 csoportra osztották a 27 csapatot, mi az A jelű csoportba kerültünk, és ott értük el a második helyezést. Hasonló csapatok vannak, mint az Újpest FC, Utelabdarúgó Akadémia, Barca Akadémia, Budaörs, javarészt fővárosi és környéki csapatok. Összességében én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy bravúr. Másodszor sikerült elérni ezt az eredményt, tehát U8-ban egyszer ezek a gyerekek már lettek ezüstérmesek. Annyival gondolnám, hogy ez nagyobb bravúr volt, mivel több csapat volt, és itt már nagyobb létszám van. Tehát az akadémiák azért nagy előnyben voltak velünk szemben, mivel előtte 4 plusz 1-be lettünk ezüstérmesek, most viszont már 6 plusz 1-be, több csereke, nagyobb létszám, több játékidő, tehát ilyen szempontból mindenképpen nehezebb volt. Az ősztavasz rendszerű bajnokságban 8-8 fordulót játszottak az együttesek, ahol a legjobb 8 csapat májusban egy egyenes kieséses tornán döntött el a bajnoki cím sorsát. Itt a negyed döntőben az Újpest FC-vel találkoztunk, utána az Újpest FC ellen győztünk 6-2-re, az elődöntőben a Mogyoród FC-vel találkoztunk, az egy sokkal nehezebb mérkőzés volt, erőben nagyon sokat kivett belőlünk, 2-1-re sikerült győzedelmeskedni, nagyon elfáradtak a gyerekek, tehát itt már volt 80 perc játék a lábukba, ez nem kevés, és a döntőben a győri okosfoci suli ellen játszottuk a döntőt, ahol viszont sajnos 2-0-ra kikaptunk, de azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek a győriek, így is teljesen büszkék lehetünk a csapatunkra, mert nagyon nagy eredményt értek el. Meg vagyok elégedve minden fronton, tehát azt gondolom, hogy amit lehetett, kihoztunk belőle. A futsalbajnokságot éppen tegnap nyertük meg,
a megyei U11-es futszálbajnokságot. Előtte egy nemzetközi kupán, a Dél-Zselic kupán lettünk első helyezettek, és még több ilyen kisebb tornán vettünk részt, ahol szintén jó eredményt értünk el. Nagyon, nagyon jól összejött ez a garnitúra, ez a társaság. Nagyon sokat lehet köszönni a gyerekeknek, a szülőknek, tehát roppant nagy a támogatása mind a gyerekeknek, mind a klubnak a szülők részéről, tehát nélkülük nem ment volna. A Tolnai U11-es csapat tehát folytatja azt az utat, amit a szezon elején elkezdett, és a sikerek ellenére sem enged le. A tenisz olyan sportág, amit gyerekkorban érdemes elkezdeni, hogy az összes technikát és mozdulatot kellően be tudja gyakorolni az ember. A Vitásport és Szabadidő Egyesület a jövő generációja számára próbál segítséget nyújtani az utánpótlás nevelésben. Emellett a felnőtt versenyzőkre is fordít energiát a Tolnai Klub. Számukra tavasz-ősz rendszerű, nyílt pályás bajnokságot hozott létre, ahol a régió legjobb teniszezői mérhetik össze tudásukat. Tavasztól őszig teniszezhetnek a régió versenyzői Tolnán, ahol a hagyományoknak megfelelően idén is elindult az amatőr bajnokság. Három osztályban vannak rangsorolva a versenyzők, ez biztosítja azt, hogy nagyjából azonos képességű felek mérkőzzenek egymással. Herczig Gábor, a Vitásport és Szabadidő Egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a kisgyerekekkel is megszerettessék a sportágat, mert csak így biztosítható az utánpótlás. A Vitásport és Szabadidő Egyesület működteti Tolna városába a teniszpályákat, és ezzel kapcsolatban megrendezzük a Tolnai Városi Teniszbajnokságot, ami nagy örömünkre a megye legnépszerűbb amatőr teniszbajnoksága. Folyamatosan van a játék, ugye nekünk olyanok az adottságaink, hogy csak a nyitott szezonban, azaz a tavasztól egészen őszig tudunk teniszezni, akkor zajlik a bajnokság. Most már három osztályban, mind a három osztályban 14 játékos nevezett be, és áprilisban kezdődtek a küzdelmek, és ez körülbelül így szeptember végére, október elejére fog véget érni. Nálunk a játékosok a legtöbbje le van igazolva a Magyar Tenisz Szövetségtől, de amatőr igazolása, úgyhogy ezek tavaly a szövetség csinált is egy ilyen amatőr országos versenyt, ahol csak olyan játékosok indulhatnak, akiknek nincsenek ranglista pontjai a profi versenyzők közt. Az első páros teniszverseny az idei évben, amit mi rendezünk, az június 11-én lesz szombati napon. Az három csoport úgy néz ki, hogy első osztály, másodosztály és harmadosztály, és most már évek óta így vagyunk, és ez egy feljutó rendszer, tehát akik kezdik a teniszt, azok a harmadosztályba indulnak, és aki a harmadot kicsit komolyabban veszi, esetleg edzésekre jár, és sikerül a harmadosztályba első vagy második helyezést szereznie, az akkor feljut a másodosztályba, és onnan, ha nagyon ügyes, akkor az első osztályba is bejuthat. Próbálunk összefogni a környékbeli klubokkal, mindenhol az a helyzet, hogy kevés a gyerek, tehát a kicsi gyerek, aki kiskorba elkezdi. Hát ez nem rajtunk múlik, mi a feltételeket tudjuk adni, de igazándiból itt egy nagy szülői támogatásnak kéne lenni. Az összecsapásoknál elsődleges szempont, hogy mindenki jól érezze magát, és a fair play szellemében teljenek a találkozók. Hát én úgy gondolom, hogy Tolnán nagyon jó tenisz élet alakult ki, köszönhetően ez Sali Ádámnak, aki összefogja itt a csapatot, szervezi a versenyeket, és nyagad bennünket, ha véletlenül úgy alakulna a dolog, hogy éppen megfeledkeznénk arról, hogy most a héten játszani kellene, akkor szól és ösztönöz bennünket, hogy gyerünk, mert meccs van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó csapat alakult ki nagyon. Én egyet sajnálok, hogy kevés a fiatal, tehát azt mondom, hogy én most már egy évvel a 60 előtt veteránnak számítok itt a csapatban, talán egy srác van, aki idősebb, mint én, és én úgy gondolom, hogy a többiek azek 10-15 évvel fiatalabbak. Úgy gondolom, hogy kellene egy olyan mag még, vagy egy olyan utánpótlás, aki azért bennünket szorongatna, és előbb-utóbb azért meg tudna bennünket verni úgy, hogy őknek is élvezet legyen az a játék, és nekünk is azért annyira ne kapjunk még ki, hogy elmenjen a kedvünk a játéktól, de én szurkolok nekik, és remélem, hogy egyre több fiatal lesz Tolnán, és jönni fognak még játszani. Nagyon fontos a példamutatás a szülők részéről is, hiszen a kisgyerekek legtöbbször leutánozzák a felnőtteket mindenben. Tolnán azért többnyire inkább idősebbek szoktak játszani, viszont megfordulnak azért fiatalok is. Azt látom, hogy van igény a teniszre, és nagy kedve jönnek ide hozzám edzeni, úgyhogy ez mindenképpen pozitív dolog, és remélem, hogy minél tovább én is hozzá tudom őket segíteni ahhoz, hogy ezzel a
sporttal minél tovább együtt éljenek. Hát az elején az alaptechnikák elsajátítása történik, egy órán belül, elején egy kisebb ráhangoló, bemelegítő feladatok, és akkor utána pedig egyre több tenyeres fonák pörgetés, végén egy kis játék is akár úgy van, és a végén esetleg egy kis szervával levezetjük az edzést, és utána pedig lenyújtunk és elmegyünk haza. Fiatalokkal először is sok teniszt nézetnék a tévében is. Ajánlom nekik például Roger Federernek a játékát, hiszen hogyha őt nézzük, akkor igazából mindent látunk, hogy hogy is kell ezt a sportágat űzni. Illetve hát minél többet járjanak edzésre, élvezzék, úgy jöjjenek ide, hogy ne ez csak egy kötelező dolog legyen, amit le kell tudni, és élvezzék a játékot. A tolnai tenisz élet tehát fellendülőben van, az Egyesület tavasztól őszig vár mindenkit, akinek lenne kedve kapcsolódni és adogatni párat egy jó baráti társaságban. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!